Még itt azért van egy-két dolog, amit föl kellene szedni. Na, van egy tyúret is. Sőt, nem egy-két dolog van itt. Itt még van egy rakás dolog a térkép alapján. Holy moly. Jó. Kérdés, hogy hova tudunk feljutni és hova se. Hát itt... Sajnos oda nem tudok átugrani, talán majd innen, ha jól rémlik. Még egy grappling hook, megint egy éter. A későbbi pályákon egyre több étert ott. Tehát van olyan, ahol... Volt egy újságíró, aki azt írta, hogy étert fél és egy óránként dob a játéket, ez egy baromság. Ez hülyeség, nem? Tehát maximum az első biomba lehet ez esetleg igaz, de később... Fordul Speed Move Blaster, de hogy beszkenneltük. Nézzünk egy bónuszt, hát ha nem szívok meg. De megszívom. Hát ez... Ilyenkor azt lehet csinálni, amit most csinálok, hogy... Trükköztök, hogy... Megmondom, miért nem érdemes ezt. Nem, nincs még a fegyverünk azon a szinten. Nem elég jó ez a fegyver ahhoz, hogy ezzel egy ilyen kicsi helyen azzal a nagy lényel harcolj. Le lehet verni, de milyen áldozattal? Én most mondom, olyan végjátszást mutatok, amivel végig lehet vinni a játékot, és nem egy olyan végjátszást, amivel hát beleszaladhatsz komoly pofonokba. Akkor van néha egy-két olyan bónusz rész, ahol bizony ilyen negatívumokkal lehet találkozni, sajnos. Hát ezt nem... Hát föl lehet venni, mivel van belőle most már három, de én nem szoktam nagyon használni. Tessék, megint egyet el. Mondom én, hogy ez azért ez gyakoribb annál, mint ahogy... előadják. Nem tudom, nem hagytam el még valamit. Szokásos kényszereim. Hogy... azt már néztük. Az nem érdekes. Szerintem mehetünk tovább. Jó. Megint egy kellemetlen lény fog jönni, sőt, kettő is, azt hiszem. Ezt rizikóit, az obolájtot összeszedni ennél a rohadéknál, sajnos. Egy újabb audiolog. The woman who was supposed to step on the surface of another world was Mom. Thought she'd be proud of me following in her... where her footsteps may have taken her if she'd had the opportunity. Is that why I'm here? To go where she couldn't? Seeing that house again feels as though she's still judging me. Na, nézzük meg, hogy milyen a fegyver dobott. Megint nem az a hálószéker, amire
úgy nagyon vágynék. Egyébként. Erre meg főleg nem. Itt is van egy viszonylag nehezebben megtalálható rész, ott oda kell fölmenni és ott bónusz vár, de hát mi most nem tudunk fölmenni. Igen, erről beszéltem, ez egy reconstruction, ugye ami ahhoz kell, hogy hogyha meghalsz ebbe a biomba, amire elég jó esélyed van a második bossnál egyébként, akkor még egyszer visszajöjj az astronauta figurával segítségével pedig még egyszer, úgyhogy én ezt itt azt javaslom, hogy ezt feltétlenül érdemes elpattintani. Én most úgy játszom, mint hogyha úgymond elsőként játszanám, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes elpattintani. Hát nem tudom, hogy itt most mit tudunk állokolni. Ez sem rossz, ez a weapon damage adrenaline level-lel. Ez sem rossz egyébként. Hát ugye, ha biztosra akarsz menni, akkor megint azt csinálod, hogy ezt lecseréled, és legyártod a large-ot. Ezt. Mert így azért elég jól be tudod magad biztosítani. Erre most esélyünk se volt, hogy az integrity-t növeljük, mert 230 valamennyi volt, de később vissza lehet jönni, ha esetleg sikerült több mindent összegyűjteni. Van itt még és szintén egy felfedezhető rész, ott fönn szokott lenni, ott, de hát oda is csak úgy tudsz fölmenni, hogyha lesz grappling hook. Jó, gyakorlatilag ezzel a második biomnak az úgymond első szakasza az megvan, és el fogunk menni messze. Hát ez itt megint irgalmatlanul kemény szokott lenni, ugyanis ott mindig olyan miniboss harc van, úgymond, vagy olyan enemét dob be, amivel ugye nem tudsz itt visszajönni, mert ezek különben itt ledarálnak, úgyhogy ott a helyszínen kell vele megküzdened, és lehet, hogy még ugye ebbe is beleszaladsz párszor, és beszívod. Próbálom nem beszívni. Ritmusát felfedezzük. Igen, most nyit, tehát most lehet átmenni. Jó, ez is nyitott, de mindegy, nem megyek. Most nyitott, úgyhogy mehetünk. Ó, baszki! Komolyan devag vagyok, beleálltam. Na jó, tényleg, komolyan. Én kérek elnézést. Nem a legszebb megoldásaim egyike volt, de mindig azt számít, hogy túl öröde vagy se. És szerencsére a játék azért előutóbb utalmaz. Thank you.
ez így mákám tényleg, tehát nagyon sokszor van az, hogy, egy ilyen ellenfélel, egy ilyen Seward-del, vagy igen, Seward-del összecsapásodva, és megsérülsz nagyon, és nem találsz egyszerűen semmit, amivel tudnál gyógyítani magad. Ez most egy ilyen rend, tehát ez nem én találom ki, ez így van. Na, ezért mondtam, hogy tök jó, ha ezt meg tudjuk nyitni. Mert itt ezt akkor most föl is tudjuk venni. Reméljük, hogy valami pozitív dolog lesz. Hát, ennél pozitívra számoltam. Ez azt tudja, hogy gyakorlatilag egyszer megsebzi elég rendesen az ellenfelet, hogyha elpattintod. Ha nincs más, akkor nem rossz. De nem vagyok annyira odáig érte egyébként. Jó, menjünk bonus részre, aztán majd utána visszatérünk a főcsapás irányba. Az adrenalint érd el magad az ötödik szintet, nem kell ahhoz neked a hosszabbival. Jó. Nyilván az sem rossz, hogyha nincsen tele teljesen a két slotod, ami egyébként később majd három lesz. De ilyenkor még nem, azért van, ami fontosabb. Hát ez ciki, tehát ezt úgy tudod kinyitni, ezt, hogy ott fönn lehet nagyon halkan hallani a hangját, hogy ott fönn meg tudod oldani, hát majd megoldjuk, csak hát ez még tenni kell, majd még jövünk, megyünk. Én azt gondolom, hogy ezt bevállalhatjuk, miért ne? Hát annyira jónak nem mondanám, tehát az 35% esélye felrobbannak a lények haláluk után, és ugye megsebzik az egyéb lényeket, akik mellettük vannak. Hát, hogy érte ez ennyi damage-et, hát választ tudjátok, nem. De többször dob ez a gép egyébként olyan előnyt, ami viszont nagyon-nagyon-nagyon jó, és akkor meg örömködünk. Hát most nem. Most nem az történt. Ja, nem tudok oda fölmenni, és szerintem sajnos grappling hook nélkül talán majd át tudok ugrani valahonnan máshonnan. Meglátjuk. De itt most biztos, hogy lesznek komolyabb harcok esetleg. Igen, itt van egy turret, az beköszönt. Van egy glyph. Sőt, ott is van egy glyph. Szarás komolyan. Na így még nem jártam, hogy egymás után kettő így lett volna. Tök durva. Itt egy szép nagy dög. Kicsit egyébként most már kesztyű. Na. Kicsit amúgy már kesztyűs kézzel bánik velem a játék. Van amibe. Nagyon nem.
Wow, ez azért nem gyakori. Megint csak. Tehát most például kedves volt hozzám. Jó, ez is egy teljesen jó dolog. Oké. Na kérem, biztos, hogy itt maradtál. Téma. És megint egy Ether. Ether napokat tartunk. Bullik itt elég jól. Hát kinyithatod a ládát, ha akarod. Én inkább tartogatom a kulcsomat majd egy szobára. Szobaszervízre. Igen. Mint ha jelezne egy fegyvert a térkép. Ja, na ezt mondom, ez néha ilyen bug, hogy van ott valami, de úgy nem annyira látod. Például itt van ez. És a fegyver az meg... hol is van? Ja, ez meg itt van. Oké. Okay. Egy csodálatos undorító sidearm, ami nekünk most nem kell. Jó, bónuszoljunk. Már hogy nem erre. Ez a random-randomának a randoma. Tehát ez a 75-ért dob valamit. Ami lehet egy ipari hulladék is. Vagy lehet, hogy nem, hát köz. Olcsó szar. Tehát ingyen szar majd, hogy nem. 75-ért valami, oké. Okay. Nem kell 75-ért valami. Jaj, itt megint azt hiszem, hogy... beindul a buli. Már jön is a teleportáló sohadék. Basszus, basszus, basszus! Basszus, hol vagy? Oké, okay. Karda azt tekereltem, úgyhogy... az jó jött. Az jó jött. Oké. Okay. Itt is sokan szoktak halni, emiatt van itt minden. Ágyútól elkezdve ezen a rohadékon át minden próbál. Csinálni. Jó, hát sajnos oda nem tudom felmenni. Grappling hook kell majd egyszer. I've reached my goal. I finally summited. The energy signature is right here. Na, most az van, hogy már illet volna meghalni. Mindjárt elmondom miért. Mert ugye most vagyunk a második pályán, de nem ártott volna, hogyha a házas jelenetből, a házikós jelenetből a második is már megvan, és az az első biomba érhető el, illetve a harmadikba is elérhető, de ja, tehát jó, hát én most nem halok meg, most majd
ha lehetséges. Meglátjuk. Nem sokára, ha legyőzzük a bosst, akkor megkapjuk a grappling hookot, és arra lehet tovább menni a harmadik biomba. Ez egy ilyen fixnek mondható rész itt, ami nem igazán változik. Jó. Hát ez a boss, ez már azért húzósabb. Ez már bizony húzósabb, és nem tudunk előtte jobban fölkészülni, mint ahogy most állunk. Sajnos, de hát ez van. Ott van ő. A gyönyörű nő. Nem nő, de az osmányság. Annyira rosszul nem állunk. Vissza tudunk jönni, ha meghalunk. Tudunk gyógyítani. Hát meglátjuk, mi sül ki ebből. Thank you.
dispatched something exalted. Hát ez nem volt túl elegáns. Ugye ez egy nagyon nagy problémája a Returnal játékosoknak, hogy mint nekem is, hogy hiába van benne 90 óránk, nem igazán harcolunk már bossokkal, mert minek? Tehát Aether az utolsó, tehát az ötödik és a hatodik világban annyira sok van, főleg a hatodikban, hogy minek? Emiatt a bossokat elkerülöd, vagy amikor platinázod ki, akkor elkerülöd, és akkor ilyenkor fröccsen a sav keményen. Hát meg lett végül is, de nem túl szép. Ez tök jó, hogy nem gyártottuk le, mert most ezt megkaptuk. Nagyon jó. Found more xenotype technology on another corpse. Scan is again indicating potential for suit augmentation. Safe to repurpose. Ez nagyon jó. Korábbi pályákhoz is tök jó. System integration complete. We'll perform a function test. Most azt el kellene, hogy mondjam, hogy még gondolkodtam azon, hogy mi volt a mostani sikertelenségnek az egyik nagy oka, nyilván a saját bénaságomon kívül, mert nagyon sokszor elsiettem, és akkor nyomtam dash-t, tehát a támadás megindításakor nyomtam dash-t, és nem akkor, amikor odaért hozzám. Ez egyértelműen vicc kategória, amit műveltem. De a másik az, amit el is felejtettem, hogy nekem beszkennelve fegyverből még csak nagyon kevés van. Tehát az egyik jó fegyver, illetve még egy csomó fegyver még egyszerűen nem is szerepelt ebbe a játékba, mert még egyszerűen hát nem dobta, és nem haltam meg még annyiszor, és nem volt lehetősége neki spawnolni, mert hát nem, nincs beszkennelve, nem találtad meg, akkor nem is fog. Ja, úgyhogy igen. Test complete. Apparent function is to cross vast distances. Suit status remains uncompromised. Jó, hát most ide nem tudom mit betenni, ez nem mindig jelenik meg. Itt van egy titkos rész. Így lehet ide jutni. Kicsit nehézkes, de megoldható. Most elvileg ugye, tehát most az a fura helyzet állt elő, hogy tényleg jó lett volna már meghalni, mert ez a játék része, és én még mindig kitartok, ami tök jó, csak hát meg kellett volna halni. Majd valahogy majd összevágom esetleg, és akkor majd látni fogjátok azokat az átvezetőket, és most egyelőre így hadd menjen. Nem szeretem én ezt, tehát most az, hogy az Adrenaline levelhez egy kevesebb ölés kell, I don't care kategória nálam. Na viszont ami még érdekes lehet, miért átmenjünk a következő szintre, az az, hogy erősen javasolt, hogy erre van lehetőség, nem tudom a játék ez mennyire engedi meg ilyenkor, de attól félek, hogy nem nagyon. Nem tudom, megengedi-e így, hogy vissza tudok esetleg menni. Talán vissza lehet menni. Igen. Hát ugye ami elmaradt és most grappling hookkal elérhető, azt jó lenne felszedni. Viszont jó, igen, vissza is enged, az jó. Az jó. Akkor azokat még meg tudom mutatni. Meg hát nyilván a HP-t helyreállítani sem egy utolsó dolog ezzel. Rögtön például elvileg itt
van is valami. Hát... kulcsot... Nem, ez nagyon rossz biznisz, tehát 6 eterért egy ilyen kulcsot felszedni, ez nem jó. Ez nem jó. Nézem a térképet, hol lehet esetleg felszedhető cucc, de odébb. Ezek szerint odébb. Összetetjük. Ez boss harchoz egyébként hasznos lett volna, mert most már utólag már mindegy. Jó, most viszont ki lehet nyitni elvileg ezt is föl tudjuk venni. Oké, most már tudunk így ugrálgatni. Na, hát erről beszéltem. Hogy mit érdemes, meg mit nem. Tehát gyakorlatilag majdnem meghaltam, visszajöttem egy kicsit backtrackelni, és itt van az eredménye, tehát újra stabilizálva van az állapotban. Ez mondom se kell, hogy price lesz. Lehet ütni még a vasat még tovább, sőt talán azt gondolom, hogy aki először játsz, annak feltétlenül kell is, és amíg csak bírsz, visszamész, és felderítgeted azt, amit elhagytál, csak aztán el ne keveredj, mert elég nagy most már a hely. Van itt elvileg egy teleport kapu még, úgyhogy... Összeszerencsétlenkedek ezzel. Vicces. Ja nem vicces. Csak haladni is akarok. Kicsit dinamikusabbak. Meg mutogatni is akarok sok mindent. És akkor igen, most van értelme így megpingelni néha az adott helyszínt és figyelni arra, hogy van-e grapplingos hely. Itt például kapásból lesz is, az biztos. Ezt most fölvehetjük akár. Nem. Nem kell. Oké. Okay. Ó, ráadásul egy olyan láda, ami nincs hátrányokkal ellátva. Hollow Seeker. 8-as tracker szalon bónusz, de nincs nagyobb. Jöhet, valahol erre vártam. Ez egy kicsit jobb. Van még egy fegyver, ami ennél én azt gondolom, hogy sokkal hatásosabb, de annak még csak a nyomát se látjuk egyelőre. Hát majd talán idővel az is befigyel. Mit tudnánk legyártani, nézzünk valamit. Nem. Fölösleges, főleg így pályára átlépés előtt. Teljesen fölösleges. Ez viszont nem az. Ez hadd adja meg, amit meg kell neki adnia. Erre menjünk. Bónusz helyszín. Haha, azt ígértem mi. Hát, az ígéret szép szó. Állítólag. Jaj, csak ez van. Ez nem jó. Hát az, amit most csinálunk, ez egyébként ez egy rizikózás, bár megvan a boss. De igazából előbb-utóbb úgyis meg kell halnod,
Még ez a szerencsésebb eset, hogyha ez most ilyenkor esetleg megtörténik. Mert az a boss már megvan, azzal már nem kell megküzdened. Az már a tiéd. Xenoerhágba el tudunk menni. Van grappling hook. Többek között. Az is van most. Már végre. Nagy jelentősége nincs, de ha már történet központúságot ígértem, akkor azért arról is esik szó. Így van. Itt most már fel tudtunk ide jönni, és ezt is el tudjuk pattintani. Ezért most acsi fog járni szerintem. The observer. It feels out of place. Pedig... ja igen, igen, most fog acsi járni. Mert középen van az utolsó része, most fog acsi járni. Going underground and returning severed. What conceivable force could have caused any intelligent life to become like this? Így van. Úgyhogy ezzel megvan a... Ez egy archive az így komplet, az így van teljesítve, és ez már beleszámol mondjuk a trofiba is elég rendesen. Jó, merre megyünk ki? Kérdés. Ott is van grappling hook, hely. Járóra megyünk. Okay. Hát... Ezt nem igazán érte meg az idejövetelt. Sajna bajna. Ez nem annyira adta be. Kellett volna. Van még hely, ami elmaradt. Csak nem itt, hanem... az irányba. Szép mennyiség lóbelájt volt, és van itt egy griffecske. Csodás. Csodás, és maximális vagyunk. Oké. Okay. Ja, Etherrel kapcsolatban még annyit, hogy... Innen, ha elteleportálunk... Igen, ide akartam jönni. Csodás. Szóval itt ennek van a jelentősége. Ide följössz, ide átjössz, ide áthúzod magad, és tédezetel. Ennyi. Annak ott nincs jelentősége, az csak meggyorsítja az előre haladásodat. Ez ennyit jelentett ott, semmi többet. Hát itt nem emlékszem, hogy... itt csak ezt elmentem. Egy bífrecske. Hát most nem igazán vagyok arra rá állva, hogy bífeket keressek, azon már túl vagyok, az borzalmas volt. Úgyhogy most csak az van, hogy ott a többit inkább bemutatni. Jó, itt azt hiszem, hogy itt nem kell ezen újra végigjárkálnunk, mert nincs miért. Mutassak egy ilyet is? Jó, csak ez oda fölveszünk. Ez van, valami érdekes van. Mutatok egy ilyet is. Oké, ez itt micsoda. Nem, ez továbbra se jó biznisz. A másik helyen se tetszett ott Etherér. Na nézzük, hogy ilyet ne csináljatok. Most csinálok, ezt csak meg akarom mutatni, hogy mi történik akkor, hogyha beszkennelitek. Két dolog lehet. I've encountered our black box technology holograms.
They're showing my last moments. Jó. Ez Mádli, ez most a nyugisabb ügy. Tehát azt jelenti, hogy ki tudod fosztani 3 eterért, vagy pedig 4 eterért meg tudod bosszulni. Hát... Bosszuljuk meg 4 eterért. Már ide. Jó. Megbosszoljuk. Meg ő is majdnem minket. Ugye a halálával. Na hát ez remek volt, viszont már rosszabb cseréltem le. Oké, jó. Wow, dude. Awesome. Hát ez nem volt egy rossz kör, így. De ez lutri megint, tehát erre nem lehet alapozni, mert ez akkora rizikókat rejt magába, hogy ez akár itt ki is nyírhatod volna minket, de nagyon-nagyon jó, hogy ilyen helyeken lehet vele harcolni. Egy kis helyen ezzel harcolni, az halál. Ez felejtős. Na hát ez így, igen, mondjuk ezzel a fegyóval boss harcra menni, ha ezt az ember tudja, oké. Ha jós vagyok, akkor az biztos, hogy másképp alakulnak a dolgok, hogyha tudok jósolni, nem tudok jósolni. Na, el kéne mennünk, atya ég, de kacifántos hely. Csak Szenó RH-ból tudom azt megközelíteni, elvileg nincsen teleportom máshol. De akkor azt is már megmutatnám nektek. Feltétlenül. De erről szól az, hogyha az ember végigjátszást csinál, hogy minél több dolgot próbál megmutatni. Hát az viszont tényleg nektek kell eldönteni, hogy mennyire érzitek magatokat tökös legénynek, hogy egy ilyen helyzetben tovább mentek a harmadik biomba, a Derelict Citadelbe, vagy pedig itt azt csináljátok, amit én, hogy így újra föl húzzátok magatokat, amennyire csak bírjátok. Ez rizikó, ez is, persze. Az bizony. Visszafele kell menni. De egy próbát megérhet. Ez nehéz lesz, nagyon. Elkövettem, felvettem egy Sweet Fire-t, és még messze nincs vége a témának. Nagyon nincs vége.
Hát mondom, oda megyek és staggerelem, de hát esély sem se volt. Oké. De még nem vagyunk kész. Közel sem. Véletlenül sem. Hú, ebből kettő van? Azt rohadt. Az baj. Az baj? Nem szokott kettő lenni. Ez a játék engem meg akar elni. Jó hír, hogy ez itt szinte mindig utána fölgyógyít teljesen, hogyha tudod teljesíteni, tehát ha nyersz, akkor nincs baj. Wow! Azta! Ez azt jelenti, hogy ha bárkit kinyírsz, 10% esélyed van arra, hogy egy kis integrity javítást kapsz, hát ez egy elég OP. Ezt kell, hogy mondjam. Shield vial? Nem. Jobban jó most, ha... Hát ez így ennyi. De... összességében megérte, igen. Ami most nem éri meg, az a visszaporoszkálása, ahol voltunk. Ez rendető kínos. Ezt majd itt vágjuk, gyorsítjuk valami. Na nézzük, esetleg ezt le tudjuk gyártani, mi ez. Aha, jöhet. Ide vele. Oké. Még visszatérve egyébként a boss harcra azért... nem fogytunk ki, akkor teljesen azon gondolkodtam, mert még mindig az astronauta figuránk megvan. Tehát ott még mindig lett volna egy teljes full feltöltésünk HP-vel, tehát ez mindenképp, ahogy szokták volt mondani, nyerhető kaperek. Úgyhogy ez nyerhető lett volna, ráadásul a 6 éterére elpattintottunk egy olyan témát is, hogy újra próbálkozhattunk volna ugyanebbe a biomba, úgyhogy kicsit túl is biztosítottam a dolgot, de szerintem ez ennyit megért a túlbiztosítás. A vízbe továbbra se tudok beleugrani. Azt emlékeztetnem kell magam. Na, keresünk egy teleportot, aztán tépjünk el innen. Most már tényleg. Nem, kösz, azt a ládát kihagyom. Irányba vagyunk. Erő irányba. Van valamit, le tudunk gyártani, mit tudunk legyártani. Nem tudom. Hát lehet, hogy ez... Ja, azt már legyártottuk, vagy megszereztük, oké.
Na jó, ez most így nem. Ez most én nem akarom. Ez most én nem akarom. Közvetlenül oda tudok menni, ahova menni kell. Mindjárt megtalálom, mert ez egy elég jellegzetes helyszín. Pontosan oda kell. Igen. Ez viszont a Derelix Citadelbe, ami tudja a dolgát. Nagy szerencse, csak úgy mondom, hogy egy olyan fegyver van nálunk, amivel az apró enemivel is jól le tudunk számolni, mert ott sok ilyen apró rádrontó lovadék lesz, és jó.